Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnadál televízió híradóját látják. Eperjesi Tímea vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Visszaváltási rendszer, sokan panaszkodnak. Összefogás. 46 tűzoltó, 13 járművel érkezett Macedónia fővárosába. Szamárköhögés. Nő az esetek száma. Könyvolvasás. Népszerűek-e még a fizikai kiadványok? Július 1-től már nem hozhatóak forgalomba italos üvegek, PET-palackok és alumínium dobozok visszaváltási díjas logó nélkül. Az automatákat már egyre többen használják, azonban sokan panaszkodnak ezek működésére. A témával kapcsolatban kérdeztük Bonyhádiakat és Tolnaiakat. Számolja a bedobott üvegek értékét az egyik Bonyhádon található automata. A boltokban sok terméken már megtalálható az 50 forintos logó, ami a kötelező visszaváltás díját jelzi. Ezeket így 50 forinttal drágábban vásárolhatjuk meg, mint korábban, azonban lehetőségünk van pénzünket visszakapni, ha az üvegeket visszaváltjuk egy automatában. A Mohumol hulladékgazdálkodási ZRT által üzemeltetett rendszerre a közelmúltban sok panasz érkezett a nem megfelelő működés miatt. A legutóbb, míg ott voltam, például nem vette be a plakon. Vittem másikokat, azok nem jók, azt oda kidobtam. Borzalmas, de különben ezzel a MOL, vagy nem tudom, ki csinálja, ez piszkos nagy pénzeket vesz zsebre. Úgyhogy ez gyalázat. Mindenhol az embereket nyúzzák a pénze. Még a kispénzű embereket is, minket is, a kis nyugdíjasokat. A tolnaiak közül többen szintén negatív tapasztalatokról számoltak be. Mi használjuk, igen, használjuk, csak ez nem olyan, ahogy a kormány ígérte. Én megveszem az üveget, 50 forintot kifizetek érte. Volt, aki azt sérelmezte, hogy az egyik üzletben található automata nem váltotta be az üvegeket. Nem veszik át, mert olyan automata van, hogy hiába teszem be DC-5-ször, nem veszi át. Utána azt mondták, hogy vigyem, ahol vettem. Ott még nincs ilyen masina, hát akkor hová tegyem? Jaj, ez olyan hülyeség, uram. Hát hogy lehet az, hogy ott van egy vállalkozó, most csak mondtam valamit, és ott onnan, annak az üvegét oda vinni. Hát miért terhelik le azt? Mert azt, hogy az üvegét használjuk oda, az jó. De hát ez össze-vissza van, ez minden csak nem beváltó. Azonban természetesen vannak olyanok is, akiknek pozitív a véleményük a visszaváltási rendszerről. Hát én eddig úgy tapasztaltam, nálam mindegyik működött, tehát nem volt vele probléma. Igaz, hogy egy kicsit nehézkes, mert cipelni kell a sok szagyorba, a sok visszaváltandó üveget, doboz, de szoktuk használni. Úgyhogy én szeretem. Én szeretem, legalább megóvjuk egy kicsit a környezetet. A rendszer működésével kapcsolatban e-mailben kerestük a Mohut, azonban adásunkig nem válaszoltak kérdéseinkre. Ozoli Gábor, a szervezet szóvivője az egyik országos kereskedelmi csatornának korábban azt mondta, az emberek túl gyorsan váltják vissza a palackokat, ez okozhat fennakadásokat a rendszerben. Magyarországon jelenleg országos tűzgyújtási tilalom van érvényben, mivel megnövekedett a szabadtéri tüzek kockázata. Eközben a szárazság miatt az észak-macedóniai erdőket lángok pusztítják. A balkáni állam segítségére szekszárdi tűzoltók is kivonultak. A Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság arra kéri az embereket, hogy lehetőség szerint a szabadban sehol se gyújtsanak tüzet, mivel egy szikra elegendő ahhoz, hogy nagy kiterjedésű lángok keletkezzenek. Ez lehet, akár belterületen is előfordulhat, az ingatlanok közelében a zöld hulladék égetését is ilyenkor lehetőség szerint mellőzzük. És amint hallhattuk és értesülhettünk róla, Tolna vármegye tűzoltó is nagyon gyakran vonulnak ilyen jellegű tűzesetekhez. Idén már, tehát 2024-ben már 103 szabadtéri tűzesethez vonultak hazánkban, mintegy 61 hektárnyi területen pusztítottak a lángok, ez nagyságrendileg 87 focipályányi területnek felel meg, és 187 tűzoltó szert kellett már ezekhez a tüzekhez riasztani. A hőség és a szárazság miatt nem csak Magyarországon nőtt meg a szabadtéri tüzek kockázata, hanem az egész Balkán-félszigeten is. Az Észak-Macedón köztársaság területén komoly erdőtüzek pusztítanak, amelyek megfékezéséhez a balkáni állam nemzetközi segítséget kért. A Magyar Katasztrófavédelem a kérésre haladéktalanul reagált, július 31-én egy 46 főből és 13 járműből álló tűzoltó csapatot ajánlott fel.
erdőtűzoltó fecskendők, vízszárító járművek, csapatszárító és drónszárító járművekkel a fedélzeten indult útnak a 17. kerületi Ferihegyi úti raktárbázisból a csapat még augusztus 1-én. Rövidesen meg is érkeztek Skopjébe a fővárosba, ahol az Észak-Macedon védelmi és mentési igazgatóság által meghatározott területeken avatkoznak majd be ezek a különleges egységek. Ők a folyamatos munkavégzés érdekében természetesen sátrakat, fektetőanyagokat és ellátmányt is vittek magukkal, tehát ilyen szinten abszolút önállóan képesek beavatkozni. És ehhez a csapathoz 3 szexári hivatásos tűzoltó is csatlakozott, név szerint ő pedig Janner Attila Zsolt tűzoltó őrnagy, Visnyei Adorján Zsolt főtűzoltómester, valamint Kosaras Máté tűzoltó őrmester azok, akik még ezt a csapat, ezeket a munkákat segítik. Tolnavármenyében a hétvége során több településre is kivonultak a hivatásos tűzoltó egységek. Mucsira augusztus 7-én vonultak ki a délelőtti órákban. A felvételre egy időben, augusztus 7-én pedig Mucsi külterületén pusztítanak a lángok, szintén egy erdősávban veszélyben. Tolna vármegye tűzoltóiként a helyszínen találhatók meg, és most is nagy erőkkel küzdenek a tüzet megfékezésében. Augusztus 3-án Koppányszántó külterületén egy 20 hektáros területen égett búzatarló, ami a mellette lévő erdősávot veszélyeztette. A dombovári hivatásos tűzoltók 2 vízsugárral oltották el a lángokat. Kilencedik alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivált Pakson és környékén. Idén Madocsán, Szekszárdon, Dunaföldváron és Dunaszentgyörgyön is várják a látogatókat programokkal augusztus 11-től 18-áig. A koncertek mellett ismeretterjesztő előadásokkal, táborokkal, kiállításokkal is készültek a szervezők. A fesztiválon kiemelkedő jelentőségű hazai és nemzetközi művészek, együttesek, zenekarok lépnek fel. A Tolnai Család és Gyermekjóléti Központ iskolaszer gyűjtést szervez rászoruló gyermekek részére. Várják a jó állapotban lévő táskákat, toltartókat, füzeteket, torna, úszófelszereléseket és bármilyen más eszközt, amivel hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy a segítségre szoruló diákok számára zökkenőmentes legyen az iskola kezdés. A felajánlásokat várják Tolnán az intézményben a hétköznapokon augusztus 9-éig. Július 17-én az Igazságügyi Minisztérium, a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Bankszövetség sajtótájékoztatót tartott, amelyen ismertették az augusztus 1-én hatályba lépő új, az online bűnözőkkel szembeni hatékony fellépést segítő jogszabályt. A szabály lényeges elemei közé sorolták a bankok közötti információcsere felgyorsítását, amellyel követik az elcsalt összeget, és beavatkoznak a befagyasztása érdekében. Egy másik változás, hogy a nyomozó hatóság ügyészi engedély nélkül kérhet le bizonyos banki és telekommunikációs adatokat, így gyorsabb lesz a személyek azonosításához szükséges információk begyűjtése. Csak úgy, mint egész Európában, Magyarországon is egyre nő a szamárköhögéses esetek száma. Mik a legfontosabb tudnivalók a betegséggel kapcsolatban, és vajon beszélhetünk-e járványról? Erről kérdeztük dr. Barna Györgyi tolnai házi orvost. A szamárköhögés egy bakteriális fertőzés, mely hurutos tünetekkel, lázzal és elnyújtott görcsös köhögéssel jár. Nálunk nagyon könnyű a helyzetünk, mivel mi oltjuk a szamárt, tehát mi ezt az oltóanyagot már 2 hónaposan elkezdjük adni. Tehát a csecsemőket 2-3-4 hónapos korban alapimmunizáljuk, és akkor utána még erre rájön, az iskolai oltás keretében a 6-osok oltása, amikor megismételjük ezt az oltást, tehát viszonylag jó immunitást tudunk elérni a gyerekeknél, ami néhány évig tart, tehát az azt jelenti, hogy már felnőtt korban nem. Magyarországon a legtöbb eset szórványosan fordul elő, országos járványról nem lehet beszélni. Hogyha mondjuk akár idősebb vagy immunhiányos betegről van szó, vagy ne adj Isten daganatos beteg, tehát a felnőtteknél ezek a csoportok, akik fokozottan veszélyeztetettek. Tehát itt azért nincs garancia arra, hogy akár rossz vége is lehet a dolognak, de alapjában véve, ha bárki elkapja, aki nem nincs oltva, az valószínűleg, mivel ugye ez egy bakteriális betegség, tehát antibiotikumot adunk, és tüneti szereket, akkor nagyon valószínű, hogy meggyógyul szépen. Az esetszámok inkább külföldön magasabbak. A nyári időszakban sokan utaznak, ők nagyobb eséllyel kaphatnak el különböző betegségeket. Megmondom őszintén, mi nem láttunk, mi nem találkoztunk még vele, de mondom, hát a mi populációnk azért az oltva van.
és most úgy, én úgy látom, hogy egy picikét fel is kapták ezt a témát a médiában. Úgy nagyon sokat utaznak most az emberek. Nyár van, szabadság van, mindenki utazik, nyaral, tehát nagyon nagy az esélye annak, hogy különböző betegségeket összeszednek. És messze utaznak, tehát nem csak Magyarországon, külföldi utak. Úgyhogy az esélye megvan. Jelenleg a szamárkőgés elleni újraoltáshoz szükséges oltóanyag országos lefedettséggel hozzáférhető a patikák számára, és a vakcina elérhetőségét a szakemberek folyamatosan monitorozzák. Őrizetben egy faddi férfi, aki betört a településen egy boltba, korábban pedig egy helyi férfitől erőszakkal akar gyógyszert szerezni. Vasárnap reggel járókelők jelezték az üzlet alkalmazottjának, hogy valami gond lehet, mert valaki a bolt előtti padon áruféleségeket rakott le. A tolnai rendőrök érkeztek elsőként a helyszínre, és megkezdték az adatgyűjtést. A biztonsági kamera felvételein egy helyi férfit láttak, amint kibe járkál az üzletbe, és italokat, árukat visz ki. A pakkok között volt egy nylon zacskó is, 566 ezer forinttal. Ezt először a betörő kivitte az üzletből, majd később visszarakta. Még tartott a szemle, amikor a 29 éves tettes visszatért, és átadta a kasszából ellopott közel 80 ezer forintot és a mobiltelefont. Őrizetbe vették, és indítványozták letartóztatását. Ünnepségre hívták a védőnők az édesanyákat Dombóváron augusztus 1-én, a szoptatás világnapján. 2020 óta idén volt újra lehetőségük és megfelelő helyük, ahol ideális körülmények között várhatták a szervezők a családokat. A kánikula és szoptatás, utazás és szoptatás, támogató családi háttér, visszahúzó környezet, illetve a szoptatás előnyei betegség esetén témákról beszélgettek a résztvevőkkel. Mekkora kedvel olvasnak és vásárolnak még manapság könyveket az emberek? Hogyan befolyásolja a digitalizáció a fizikai kiadványok iránti keresletet? Többek között erről érdeklődtünk az egyik bonyhádi könyvesboltban. Ebben a bonyhádi könyvesboltban rengeteg témában és műfajban találhatunk könyveket. Az üzlet tulajdonosát kérdeztük a napjainkban tapasztalható vásárlási szokásokról. Hát én azt gondolom, hogy erősödik a könyvvásárlás. Az utóbbi 2-3 évre visszamenőleg én azt tapasztalom, hogy évről évre többen választják az olvasást szabadidős tevékenységnek. Olvastam különböző statisztikákat, nem szeretnék ezzel fárasztani. A legszomorúbb az, hogy Magyarországnak az egynegyede egyáltalán nem olvas. A fiatalok körében jelenleg népszerűek például az úgynevezett öngyógyító könyvek is. Előszeretettel nyúlnak ez felé. Ez egyébként számomra meglepő, de nagyon sok pszichológiát olvasnak. Úgy általánosságban azt tudom elmondani, hogy a krimi, a thriller, meg a hasonló típusú könyveket szeretik. Egy nemrég készült felmérés szerint a férfiak és a nők hasonló arányban szeretnek olvasni. A fiatalok az idősekhez képest nagyobb előszeretettel választják az olvasást szabadidős tevékenységként. Ez egy nagyon meglepő egyébként, mert mindenki azt mondja, hogy jaj, mert a fiatalok nem olvasnak. Igenis, a fiatalok olvasnak, szeretnek, és nagyon sok kisgyerekes anyuka jár be hozzánk. Napjainkban már elterjedtek a digitális könyvek is, de azért ezek még nem olyan népszerűek, mint a fizikai kiadványok. A fiatalok az interneten különböző közösségekben is jellemzően megosztják egymással tapasztalataikat, beszélgetnek a könyvekről. Nagyon pörögnek mostanában a romantikus könyvek, a fantasy könyvek, a romantikus fantasy könyvek igazából nagyon megosztó, mert vannak olyan booktokkerek, ha így mondhatom, akik csak krimi könyvekről csinálnak ajánlót, valakik csak romantikusról, és mint én mindenről. Igazából én nagyon széles körben olvasok. A bonyhádiak közül van, aki sok 10 000 forintot áldoz erre a hobbira. Rengeteget. Az éves szinten olyan 50-60 ezer forint. Sőt, volt már olyan a Wilbur Schmidtnek, megvettem a könyvét. Eddig mindent az olyan 80-90 ezer körülbelül nagyjából. Mindenfélét. Romantikus, krimi, fantasy. A témával kapcsolatban Liebhauser Jánost, az I. és Gyula megyei könyvtár igazgatóját, többek között a könyvtárak népszerűségéről kérdeztük. Nagyon-nagyon fontos minden társadalomban, így magyar társadalomban is, hogy az emberek készségszinten jól meg tudjanak olvasni. Az olvasás készség szintjének ahhoz kell, hogy az emberek élvezzék az olvasást, könnyű legyen nekik, ne lehessen ez probléma. A könyvtárak leginkább azt szolgálják, hogy ez a fajta tudás mindenkinek készségszintű legyen. Az egy más kérdés, hogy olvasnak-e nagy regényeket. A tévhitekkel szemben a fizikai szerzemények kora, tehát a jelek szerint még nem járt le, sokan előszeretettel látogatják a könyvesboltokat, könyvtárakat. Mutatjuk Baranya és Somogy vármegye híreit.
53 millió forintból újult meg az orvosi rendelő. Fejlesztése Baranyai Szent Lászlón. Mennyét keserű Ilona és Kun Fruzsina kiállítása. A páros tárlat a Múzeum galériában látható Pécsen. A száj. Megviseli a szárazság a termőföldeket és az állatokat is. Közel 53 millió forintból újult meg az orvosi rendelő Szent Lászlón. A község önkormányzata és a Baranya vármegyei önkormányzat konzorciumban valósította meg a TOP Plusz pályázat keretében a fejlesztést. Ennek során biztosítottá vált a térség lakossága számára egy európai környezetben az egészségügyi alapellátás. Energetikai korszerűsítés, nyilászárók és kazáncseréje történt, ami azt jelenti, hogy fa elgázosító kazán lett beszerelve puffertartállyal az orvosi rendelőbe Szent Lászlón. Ettől azt várják, hogy az épület fenntartási költségei jelentős mértékben csökkennek majd, mondta Pasztorek Zoltán polgármester. A számítások szerint például tűzifából úgy néz ki, hogy közel a fele mennyiség lesz elég ahhoz, hogy az épületet télen ki tudjuk fűteni, mint a korábbi években, úgyhogy ez mindenképpen azt mondom, hogy egy előrelépés. Továbbiakban egy mozgássérült WC került kialakításra bent, ez ugye korábban még sajnos nem volt meg, illetve hát az épületnek a teljes belső festése az megtörtént, ami szintén már azt mondom, hogy 10-12 éve biztos, hogy húzódott. Az 53 millió forintos Európai Uniós támogatás vissza nem térítendő és előre finanszírozott volt. A község önkormányzata és a Baranya vármegyei önkormányzat konzorciumban valósította meg a TOP Plusz pályázat keretében a fejlesztést. Baranya vármegyében kiemelten kezeljük a szociális és egészségügyi ellátást végző intézményeknek a korszerűsítését és felújítását. Ennek keretében arról számolhatok be, hogy a már lezárult korábbi fejlesztési időszakban a 14-20-as időszakban 1,7 milliárd forintot tudtunk vármegyeszerte ilyen típusú fejlesztésekre fordítani, most pedig ennél jóval többet, mint egy 2 milliárd 450 millió forint állt rendelkezésre Baranyában, hogy a baranyai települések, orvosi rendelők, szociális funkciót betöltő ingatlanjai korszerűsítésére, felújítására pályázzanak. Ebből a közel 2,5 milliárd forintból vármegyeszerte igen sok helyen újultak meg az orvosi rendelők. Ennek egyik jó példája a nyugat-baranyai Szent László, ahol korszerű 21. századi környezetet teremtett orvosnak, egészségügyi személyzetnek, betegeknek egyaránt, tette hozzá vármegyei elnök. Arra törekszünk, hogy ezek az orvosi rendelők majd megújulnak, térségi rendelőként is funkcionáljanak, így van ez Szent László esetén is, hiszen több mint 1400 beteget látnak el a megújult rendelőbe, a környéki településeiről is oda átjárnak, Boldogasszonyfáról, Antal szállásról, vagy éppen Terecsenyről is, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy mind az ott rendelő háziorvos, mind a betegek megelégedésére szolgál ez a beruházás ott Szent Lászlón és a vármegye más településein megvalósuló orvosi rendelő fejlesztések is. A beruházás hozzájárul az intézmény költséghatékonyabb működéséhez, jobb, modernebb működési környezet kialakításához és az épület akadálymentesítéséhez. Megnyílt Keserű Ilona és Kun Fruzsina páros kiállítása a Múzeum galériában Pécsen. A két alkotó kapcsolata hosszú évtizedekre nyúlik vissza. E mostani kiállítás pedig a két életmű közötti kötelék néhány elemére mutat rá. A Nyár lesz tehát tündöklő és meleg című tárlat augusztus 31-ig látogatható. Ha körülnézünk a kiállítótérben, jól látszik, hogy mindkét művész csodálatos színekkel dolgozik, igazi kolorista festők, mondja Kocsis Katica kurátor esztéta. Nagyon jól tudják használni ezeket a vibráló narancsokat, pirosakat, rózsaszíneket, és a koncepció leírásomban is az látszik, hogy azért mind a kettőjüket foglalkoztatja ez a látás, nem látás. Ugye az Ilona az utóképek sorozatában foglalkozik azzal, hogy mi az az utolsó látvány, ami a szemhéjunkon megjelenik, hogyha így mondjuk sokáig nézünk egy éles fénybe, és utána mondjuk becsukjuk a szemünket, akkor egy pillanatra még látunk ilyen utóképeket. A Fruzsit pedig foglalkoztatja azt, hogy mi az a, hogyha elkezdünk befelé nézni, melyek azok a dimenzióink, ami mondjuk nem látható kifelé, de hogyha haladunk befelé, akkor az úgy, tehát hogy ez a befelé figyelés, és hogy hogyan lehet ezeket a nem látható dimenziókat vizuálisan is megjeleníteni. Jellemző napjainkban, hogy párosra mutatkoznak be alkotók. Nagyon izgalmas megtalálni két művész között a közös hangokat, teszi hozzá a kurátor. Ez ugye nem jelenti azt, hogy
hatnak egymásra direkt módon, vagy szándékosan mondjuk egy felé halad a pályájuk, viszont kurátorként lehet, vagy akár esztétaként, vagy művészettörténészként lehet felfedezni hasonlóságokat, és amiatt nagyon izgalmas így egymás mellett megmutatni két életművet. A kiállítás anyagából kitűnik Keserű Ilona varázslatosan sokszínű életműve, hogyan inspirálta a formák, a vonalak, a képépítés és a színek szintjén Kun Fruzsina alkotói hangját. Hát, ami a gondolat mentén elkezdtem dolgozni, ez a nem tisztán látás volt, amit többféleképpen meg lehet közelíteni, hogy valaki nem látta az időtől, hogy már régen történt, vagy nem tudom, engem azért zavart, hogy nem láttam, amit a pók lát a falon gyerekkoromban, vagy nagyon rossz volt a szemüvegem, szóval nagyon sokféle, de engem maga az érzés érdekelt. Ez a, amit én úgy képzelek el, amiről kiderült, hogy sok mindenki nem csinálja, hogy egy ilyen felfújt színes lufiba, én gyerekkoromban rendszeresen belefúrtam az arcomat a lufikba, és egyébként egy nagyon, nagyon szép ilyen rózsaszín, vagy lehetőleg az, és ilyen fura hangok vannak, viszont hát rövid ideig tart, mert elkezdesz fulladni, és hát veszélyes is, mert már bármikor szétpukkanhatsz. Ez az ambivalens érzés, amit szeretnék megjeleníteni. De aztán ahogy telt az idő, úgy lettek a képeim valahogy egyre pirosabbak, meg rózsaszínek, ami nem szándékos volt, vagy szándékos volt, mert azt kívánkozott oda. És tulajdonképpen átfordult egy ilyen befelé belső világ, egy befelé fordulásba. A két alkotó kapcsolata hosszú évtizedekre nyúlik vissza. E mostani kiállítás pedig a két életmű közötti kötelék néhány elemére mutat rá. A művek belső szférákba, lírai dimenziókba, vagy éppen a szem mögötti tartományokba vezetik a nézőt, láthatóvá teszik a láthatatlant. A nyár lesz tehát Tündöklő és meleg című tárlat augusztus 31-ig látogatható a Múzeum Galériában Pécsen. Megviseli az asszály a termőföldeket, a növényeket és az állatokat is. Egy hónappal előrébb járnak a termények a fejlettség szintjén. Ugyanakkor például a tehenek kevesebb tejet adnak a rendkívüli hőség miatt. A gazdák nem panaszkodnak, azt mondják, hogy még nincsen veszve minden, viszont sok plusz feladatuk akad a szárazság miatt. Porzik a föld a szántókon, Szentgáloskér határában. Lazítják a talajt a szakemberek, hamarosan ide újabb növényeket ültetnek majd. Feladta a leckét a gazdálkodóknak a hetek óta tartó szárazság. Sajnos a növények azok hőszegren érnek, tehát őket nem érdekli, hogy éppen 30 órája múlott el július, és még csak augusztus 2-ának a 10 óráját írjuk. Gyakorlatilag én legnagyobb meglepetésemre a szilvafa érik. Az almák már kvázi be is értek. Kukorica napra forgónak egy-két hete van, és mondom augusztus 2-a van. Tehát borzasztóan előre van, egy hónappal minimum a természet. De ha megtetszik nézni az árokpartokat, bármit ki van égve minden, tehát olyan szinten ez az UV, nem csak a hőség, nem csak a napsütés, hanem az UV legyilkolt mindent, hogy hát majd talán jövőre, az idei évet azt már el kell engedni. Lefele fordul a kukorica, a legtöbb helyen így csapadék esetén sem jut majd elegendő vízhez. A minőség sem lesz kimagasló egy-egy növény esetében, mondja Hársházi Péter. A minőségnek ilyenkor kellene, tehát először mindig a mennyiség próbál kialakulni a növényekbe, mert a növény az nyilván túlélni akarja azt a hősokkot. A minőségnek kellene most beépülni, a keményítőnek, a fehérjének, ami már nem fog beépülni, mert már nem él gyakorlatilag a növény. 800 szarvasmarháról gondoskodnak ezen a szentgáloskéri telepen, ebből 400 tejelő tehén. A hőség őket sem kíméli. Termel istállóban 36 darab ventilátor, illetve vízpárásító porlasztó, és ennek a használatával hűsítjük az állatokat, és emellett is a tejtermelés 10-15%-a visszaesett a forróság miatt. Már nem csak az a baj, hogy napközben 34 fokra fölmegy, hanem éjjel is 20 fok fölött marad. És ezt nehezen viseli az állomány, úgyhogy 11 ezer literből olyan 10 ezer napi, tehát 10%-nyi probléma. A gazdák azt mondják, biztosan lesz árnövekedés egyes termékek esetén, hiszen a hőség miatt nagy lesz a kiesés egy-egy terménynél. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. Visszaváltási rendszer, sokan panaszkodnak.
Összefogás. 46 tűzoltó 13 járművel érkezett Macedónia fővárosába. Szamárköhögés. Nő az esetek száma. Könyvolvasás. Népszerűek-e még a fizikai kiadványok? Csütörtökön egy hazánkat keresztező, elgyengülőben lévő hidegfront felhőzete zavarja meg a napsütést. Délelőtt és a kora délutáni időszakban így várhatóan felhős lesz az égbolt. Elszórtan kisebb záporeső is előfordulhat. A délután második felében már inkább a keleti ország rész felett növekedhet meg a felhőzet. A hőmérséklet, amint kisüt a nap, gyorsan fog emelkedni. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!